Köszöntöm kedves nézőinket, Csüveges Eszter vagyok a Hazahúzó mai adásába. Ide a Pannonhalmi Főapátságba kalauzolom el önöket. Megmutatom a helyi gimnáziumot, illetve betekintést nyerhetnek a pannonhalmi borkultúrába. És nem mellesleg, még a helyi sörfőzés sejtelmeivel is megismertetem önöket. Tartsanak velem! A főapátság története több mint 1000 évre nyúlik vissza. A legenda szerint a Hármas hegy volt Szent Márton szülőhelye. Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített a dombra, majd első István megerősítette a monostor jogait, és elkezdődött az a folyamat, amely a történelem során jelentős szakrális és turisztikai helyszínét tette az apátságot. Ma már az ország egyik kiemelkedően értékes emlékhelye, egyházi és művészeti központ, 1996 óta pedig a világörökség részévé nyilvánították. Ugyan még nem jártuk körbe az apátságot, de azért ilyen gyönyörű panorámával ritkán találkozik az ember. Mióta áll itt az apátság? A bencés monostorokra mindig jellemző, hogy az föld és az ég találkozási pontján építették meg a monostorokat. Ez a hely, ahol vagyunk, 996 óta a bencések lakhelye, bár olyan épület, ami tényleg 1000 éve állna itt a dombon, olyan mára nem maradt, de 1027 éve élnek itt a bencés közösség tagjai szinte folyamatosan. És mikor lett az apátság turisztikai látványosság? Ugye a turizmus a 20. században ugrott óriásit itt Pannonhalmán is. 1989-ben vette vissza az apátság a turisztikai szervezést a korábbi állami cégtől, a Ciklámen Turisztól, a megyei vállalattól, és 1989 óta az apátság önmaga szervezi a turisztikai programjait, látványosságait, a vendégek fogadását. Nem szabad elmenni amellett az információ mellett, hogy itt egy híres neves gimnázium is működik. A turizmus és a gimnázium hogy kapcsolódik össze? Tulajdonképpen a bencések 1000 éve foglalkoznak Pannonhalmán, illetve Magyarországon tanítással, hiszen ha azt veszük, hogy Szent Imre herceget egy bencés Gellért püspök tanította, akkor ilyen szempontból az első magyar iskola, mondhatnánk, hogy a bencésekhez köthető. A jelenlegi iskola 1943-ban készült el mai formájában, és azóta tanulnak itt diákok. A turizmushoz pedig több szálon kapcsolódnak, hiszen egyrészt a vendégekkel a gimnázium és a kollégium épülete mellett jövünk el, ami néha nagyon furcsa szituációkat tud hozni, mikor a fiúk kilógnak az ablakon és nézik a gimnazista lányokat. Ami nekünk sokkal fontosabb az az, hogy potenciális tárlatvezetőként számolhatunk a diákokkal. Két évente tárlatvezetői tanfolyamot tartunk a diákoknak, és nagyon komolyan részt vesznek a turizmus munkájában, akár hétköznapokon, mikor itt vannak délutánonként, akár nyáron, mikor visszajönnek és segítenek a turizmus munkájában. Aki ide eljön turistaként, ő mikkel találkozik? Milyen turisztikai programokkal készülnek számukra? Az alapprogram, amiért a legtöbben érkeznek Pannonhalmára, az a monostor megtekintése. Hiszen talán mondhatom azt, hogy minden magyarnak egyszer életében illik eljönni Pannonhalmára, a kereszténység Magyarországi egyik bölcsőjébe. Viszont nagyon sok olyan programmal készülünk, kulturális programokkal, tematikus tárlatvezetésekkel, hangversenyekkel, koncertekkel, kiállításokkal, ami azoknak is élményt adhat, akik esetleg korábban már jártak a monostor épületében. Hányan dolgoznak itt? Hát, hogyha mindenkit figyelembe veszünk, az ápolónőktől kezdve a karbantartókon keresztül a tárlatvezetőkig, akkor több mint 300 alkalmazottja van jelenleg az apátságnak. És hány épületből áll? Milyen épület? Hogy kell elképzelni az apátság területét? A Szent Márton hegyen, ahol most is vagyunk, itt áll a monostor épület együttese. A mellettünk lévő dombon található a millenniumi emlékmű, amit 1896-ra építettek. Aztán a következő dombon a Boldogasszony kápolna, ami a barokk időszak emléke Pannonhalmán. Ez a három domba trikollisz, ami sok helyen visszaköszön, egyrészt a turizmusban, másrészt a borászatban. Ezen kívül van még egy arborétum, egy gyógynövénykert, de lent a település egyik részén található a zarándokházunk, a gyógynövénykertben működnek különböző olyan intézményeink, amely szintén turisztikai szempontból fontosak, az Illatmúzeum, a Pauza cukrászda, de a szomszéd település határában a sörfőzde és a Pannonhalmi apátsághoz tartozik.
kicsit sejteni vélem már a választ a kérdésemre, de hogy milyen jellegű turizmus működik itt Pannonhalmán? Nagyon sokféle turisztikai szolgáltatással állunk a különböző érdeklődőknek a rendelkezésére. Vegyesen érkeznek hozzánk egyéni vendégek, szervezett csoportok, nagyon fontos nekünk a különböző MICE-turizmus, illetve az olyan kulturális programokra érkező vendégek is nagyon jelentősek a monostor számára, akik nem a látogatás miatt érkeznek hozzánk, hanem valamilyen rendezvény eseményre jönnek Pannonhalmára. Az itt élő szerzetesek oktatással, borászattal, gyógynövények termesztésével és vendégek fogadásával is foglalkoznak. Mit szeretnél? Én egy presszót szeretnék. Én pedig egy kapucsinót szeretnék kérni. Köszönjük. Köszönjük. Hogy érzed egyébként itt a főapátságban? Milyen a turizmus? Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon aktív turizmust élhetünk itt át, illetve turisztikai életet élhetünk át, hiszen nagyon sok attrakciónk van, látványosságunk van és élményelünk van, ahol a turistákat tudjuk fogadni, és meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi az, amit kínál a Pannonhalmi főapátság. Hiszen nem csak a főapátság maga, a monostor, a bazilika az, ami fogadja a vendégeket, köszönjük szépen, hanem itt lent az arborétum és a gyógynövénykert is kínál különböző látványosságokat. Mert hogy a bencéseknek ez az egyik fő mottójuk, hogy óra et labora, ami annyit jelent, hogy imádkozz és dolgozz. Így van. És akkor menjünk át az illatmúzeumba. Menjünk. Hú, gyönyörű. Ezek levendulá? Így van, ez a levendulásunk, ami ugye természetesen levendula virágzáskor a legszebb, és ezt ki is használjuk, hiszen nálunk van levendula napok nyáron, és akkor nagyon sokan jönnek ki levendulát gyűjteni, mert erre is van lehetőség, illetve a levendula napokhoz kapcsolódóan családi programokat is szoktunk rendezni. És milyen növényeket találunk itt az arborétumban? Hát ugye van külön az arborétum részünk, ahol érdemes a növényeket megnézni, illetve a gyógynövénykert, ahol különböző gyógynövényekkel ismerkedhetnek az ide látogatók. A szerzetesek tehát komolyan veszik a munkát, és a gazdálkodásból származó gyógynövényekből már a múltban is illóolajakat, gyógyteákat és likőröket készítettek. A legismertebb pannonhalmi gyógynövény, ahogy már hallhattuk, a levendula. A levendula mellett számos egyéb fűszert és gyógynövényt termesztenek, amelyeket már évszázadok óta gondosan művelnek. És nem csak megnézhetik itt a gyógynövénykertben, hanem az illatmúzeumban meg is tekinthetik, illetve meg is szagolhatják a különböző illatokat, amik a gyógynövényekhez kapcsolódnak. Minden érzékszervünk kap feladatot itt a múzeumban, hiszen látjuk, tapintjuk, de bele is szippanthatunk a szakralitás és a mindennapok illatvilágába. És akkor itt vagyunk az Illatmúzeum felső emeletén, ahol, ahogy láthatod, nem csak az illatokat lehet kóstolni, hanem meg is nézhetjük, hogy a korabeli eszközöket hogyan használták a szerzetesek is, hiszen ahogy megbeszéltük, ugye itt a munka nagyon fontos része volt, és ma is nagyon fontos része a szerzetesek életének. Akkor itt lehet megszagolni a különböző illatokat? Így van, ahogy látod, itt a különböző gyógynövényeket lehet megkóstolni, illetve megillatozni. Tehát különböző gyógynövények illatait lehet itt látni, illetve ki is próbálhatják az ideérkezők. A főapátságban tehát régi hagyományai vannak a gyógynövénytermesztésnek és az illóolajlepárlásnak. Az illatmúzeumban pedig megismerkedhetünk az illóolaj előállításának rejtelmeivel. Ráadásul még szimatunkat is próbára tehetjük, hiszen az illatmúzeumban bemutatásra kerülnek a parfümkészítés során használt legfontosabb illatok is, amelyeknek évezredes története van. Az apátságban a munka mellett bizony a tanulás és a tudás is jelentős fontossággal bír. Uros apát felismerve az írásbeliség rendkívüli jelentőségét, a legfontosabb leveleket lemásoltatta,
s azokat a királyi kancelláriával hitelesítette. 1217 és 1240 között bőrhártyalapokból egybefűzött könyvbe másoltatta a monostor okleveleit. A levéltár legrégebbi írása Pannonhalma 1001-es privilégiális oklevele. Ebben foglalták írásba, hogy a Géza fejedelem által megkezdett építkezést István király befejezte. A levéltár talán leghíresebb okmányát, a Tihanyi apátság alapító levelét Első András király iratta 1055-ben. Ez az irat a legrégebbi magyar nyelvű írásos nyelvemlék, így a levéltár egyik legértékesebb és legjelentősebb darabjának számít. Tettem, hogy az apátság művészettörténeti központ és nagy kulturális jelentőséggel bír. Mindjárt meg is mutatjuk, hogy miért. Kulturális igazgatóként milyen feladatai vannak? Egy 1000 éves monostorban nagyon sok kulturális tevékenység, kincs van egymás mellett. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy Pannonhalmát a tradíció és az innováció, a hagyomány és a megújulás jellemzi. Az én területemhez tartozik a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Levéltár, Múzeum. Azok az értékek, amelyek így az elmúlt 1000 vagy 500 év során műkincsekben, kulturális értékekben összegyűltek a főapátságban. A másik terület az pedig az innováció, a megújulás. Egy folyamatos párbeszéd a meghívó szerzetes közösség nevében, művészekkel, a kulturális életre nyitott emberekkel. Ez azt jelenti, hogy kortárs kiállítás szervezése, fesztivál, könyvkiadás, koncertsorozatok, minden olyan dolog, ahol a minket körülvevő világgal kulturális szinten párbeszédet tudunk folytatni. És milyen festmények, műalkotások találhatóak meg itt az apátságban? Ez rendkívül gazdag gyűjteményünk van. Azt kell elképzelni, hogy a bélyeggyűjteménytől, az ásványtáron keresztül, a liturgikus tárgyakon át egészen a festménytárig. Nagyon értékes reneszánszkori gyűjteményünk van, számban még nagyobb a barokk gyűjtemény, és ami szerintem nagyon érdekes az, hogy a kortárs világgal is párbeszédet folytatunk, tehát hogy nem állt meg a gyűjtemény mondjuk a 19. század végén vagy a 20. század elején, hanem aki a monostort járja, az gyakorlatilag teljesen fiatal magyar kortárs alkotók műveit is látja itt a főapátságban. Az építészetet is mondhatjuk művészetnek, főleg amikor ezeket a gyönyörű falakat, épületeket látjuk itt az apátságban. Az alatt a 800 év alatt, közel 1000 év alatt azért gondolom sokat változott az arca a bazilikának, az épületeknek, hogy kell ezt elképzelni, milyen stílusjegyeket hordoz. Amikor azt mondtam, hogy tradíció és innováció, akkor ez az épületre is igaz. Azt lehet elmondani, hogy Pannonhalmán minden építészeti korszak a maga stílusában építkezett. Ha valaki eljön Pannonhalmára, akkor gyakorlatilag az Árpád kortól, a 10. század legvégétől, 11. század elejétől, a kortárs 21. századi építészetig mindent lát, méghozzá itt helyben. Ez azt jelenti, hogy a mai bazilikának a alapjai ugye Szent István király idejére mennek vissza, azaz van egy román alapja a templomnak. A mai bazilika ugye 800 éves, ez azt jelenti, hogy késő román koragót épület. Ha itt vagyunk a kerengőben, ez a reneszánsz korában épült, 1486-ban van két reneszánsz portálunk. Ez a kerengő egyébként milyen funkciót töltött be? Mi a kerengőnek a lényege? Az, amit most itt csinálunk, hogy nagyon kellemes. Körbe megyünk, nincsen nagyon meleg, de körbe megyünk, és itt zajlott az élet. Ebből a térből nyíltak az egyes helyiségei a monostornak, mind a mai napig innen nyílnak. Északon a templom, délen a szerzetes közösség lakásai, a munkahely, az ebédlő, és ez kötötte össze valójában egy ilyen folyosóként.
És van egy önmagán túlmutató funkciója is, hogyha kinézünk az ablakon, egy kertet látunk, és ez a kert az mindig az Istennel való ideális kapcsolatnak a szimbóluma. Tehát ahogy az életünket, a köreinket rójuk az épületben, mindig ott van az ablakon túl az Istennel való ideális kapcsolatnak a képe vagy a szimbóluma. Azaz, hogyha az ember elfárad a napi munkában, akkor is tudja, hogy valami idilli és békés dologra vagyok meghívva. Szóval ez egy reneszánsz, bár gótikusnak néz ki, de a reneszánsz korában épült. Barokkban épült 300 évvel ezelőtt az ebédlő és egy egész mai szerzeteseknek a klauzúrája, tehát a szerzetesek laknak. 19. században a klasszicizmusban a könyvtár épület és a torony. A 20. században a Bauhaus stílusában a gimnázium épülete és 21. századi kortárs épületeink a diákkápolna, illetve a fogadóépület. Azaz, aki művészettörténési stúdiumokat akar végignézni, az itt elég könnyed és izgalmas látogatás során valójában mindent lát a 1000 év építészet történetéből. A Pannonhalmi Főapátság jubileumi évet hirdetett a Szent Márton Bazilika felszentelésének 800. évfordulójára készülve. A Pannonhalmi Főapátság egyedülálló kulturális és szellemi örökségének megismertetését, a bencés rendhez kapcsolódó közösségek megerősítését célul kitűző emlékévet Szent Márton ünnepén november 11-én nyitották meg. Az apátság szíve és központja pedig a bazilika, az itt élő bencés közösség otthona és közös imádságok helyszíne. Nyolcszáz éves lesz a bazilika, és most ennek az emlékéve most kezdődik el. Ez miért ilyen jelentőségteljes, és miről fog szólni ez az egy év? Ez a templom, amelyben vagyunk, itt Pannonhalmán, ez a harmadik templom. Az elsőt említettük, Szent István alapozta meg, ugyanakkora volt ez az első templom, mint a mai. Aztán 1137-ben ezt a templomot egy kicsit átépítették, majd 1224-ben, 800 évvel ezelőtt erre a templomra, ennek az alapfalaira építették meg a mai templomot, valójában a boltozatokat, a pillérkötegeket, az egész mai templomnak a belső kialakítása 800 évvel ezelőtt készült el. És ma gyakorlatilag Magyarországon nincsen ilyen méretű, ilyen jó állapotban megmaradt Árpád-kori templom, mint ez a Pannonhalmi Bazilika. Ez nagyon nagy érték, hogy akár a török korban, akár később mindig megmaradt olyannak, amilyennek valójában Uros apát, ez az 1224-ben építető apát megálmodta. Lehet, hogy a belseje, a berendezése egy kicsit változott, de maga az egésznek a koncepciója, az elképzelése az megmaradt. És megint csak a tradíció és innováció kettős fogalmát hoznám be. 800 éves templom a maga kultúrtörténeti spirituális örökségével, és ha körbenézünk, egy teljesen kortárs berendezése van, mert 2012-ben egy minimalista építész John Paulson tervei alapján újítottuk fel a belső berendezését a templomnak. A Bazilika 800 kapcsán milyen programokra készülhetnek az ide látogatók? Kulturális, spirituális és közösségi programokat szervezünk. Kulturálisan ez azt jelenti, hogy lesz egy orgonasorozat itt a bazilikában. Orgonazenét hallgatunk és közben találkozunk ezzel a templommal. Nagybőjtben, nagybőjti péntekeken ugyancsak egy koncertsorozattal várjuk a hozzánk érkezőket. És a főapátságnak a nagy fesztiválja az Arcus Temporum Fesztivál augusztus végén, egy összművészeti fesztivál, ugyancsak a bazilika témájával fog foglalkozni. Modern, de azért, hogyha a falakra nézek, akkor azért a múlt köszönt vissza, és gyönyörű freskók, festményeket látunk, hogy ezekről mesélne nekünk, hogy mik vannak itt fölöttünk, körülöttünk. Az első, ami a Pannonhalmi Bazilikában nagyon meglepő, az ez a lépcsőzetes elrendezése. Ez önmagában még egy nagyon konzervatív dolog, mert Szent István idejében nézett ki így a templom,
hogy egy emelt keleti szentély, volt egy emelt nyugati szentély. István király úgy tervezte, hogy a nyugati szentély alatti altemplomban fog majd temetkezni, és az urosapát 800 évvel ezelőtt ezt az istváni templomot őrizte meg, vagy építette át akkor, tehát neki az istváni hagyomány nagyon fontos volt. Tehát ami ma egyedülálló ebben a templomban, ez az elrendezés, ez a lépcsőzetes elrendezés, és az, hogy középen a szerzetes közösségnek ott az úgynevezett stallum, az a hely, ahol a szerzetes közösség imádkozik, azaz ez a templom egyike annak a nagyon kevés szerzetesi templomnak Magyarországon, amely megmutatja, hogy a középkorban egy szerzetes közösség hogyan élt, hogyan imádkozott, és itt Pannonhalmán az a szerencse, hogy ez 1000 éve így van. A művészet történetileg a különböző korszakok azért rajta hagyták a nyomukat. Itt a hátam mögött ez a kis vörös márvány mellvéd, ez például a barokkorban épült, és nagyon izgalmas, hogy kivételesen a barokk nem önmagát adta, hanem ráhangolódott a középkorra, és egy középkori ívet formázott a maga barokk eszközeivel. A fejünk felett a 19. század látszik, Stornó Ferencnek a freskó sorozata, és ő pedig azon gondolkodott el, hogy mit jelent az Isten jelenléte a világban, és egy olyan sorozatot bibliai történetekből helyezett el, hol azt mutatja meg, hogy Isten valójában a népét minden élethelyzetben kíséri, egészen a legnehezebb pillanatig, amikor az embernek a saját végességével kell szembenéznie. Itt a fejünk fölött a csillagboltozaton valójában azt látjuk, hogy Isten és ember még a halálnak az utolsó pillanatában is képes egymásra találni. Nagyon meghatározó szerintem így a katolikus vallásban, hitéletben a szimbolizmus, és ezek nagyon szépen visszaköszönnek mindenfelé, és sokszor egy szimbólum többet mond, mint egy jól elmesélt történet. Vagy milyen szimbólumokat ismerhetünk föl itt? Két érdekes dolgot mondanék, mondok egy középkorit és egy kortársat. Ha megnézzük a templomot, a pillérkötegeknek mindig ilyen virágdíszes fejezetei vannak, és ha a látogatók egy kicsit közelebb hajolnak mondjuk a pilléreknek a lábazatához, ott különböző leveleket, sőt állatkákat látnak, békát, kígyót, szalamandrát, mindenfajta állatot. Ez azt jelenti, hogy a templom az egy kőből épített teremtés. Amikor az ember körülnéz a templomban, akkor az Isten által teremtett nagyon szép világot látja, kőből megfaragva. Főleg ha arra gondolunk, hogy a középkorban ezek még ki is voltak festve, zöld színűek voltak az oszlopfők, pirosak a lábazatok. Tehát, hogy az ember valamiképpen a világban, a teremtett világban találja magát, még akkor is, ha kőből kifaragva. És ebben a templomban az a sajátos, hogy nagyon emberléptékű. Itt, ahol állunk, a fejezet, a levelek, azok szemmagasságban vannak. Azaz, bár az ember azt tudja, hogy Isten jelenlétében van, de mégis a méretek miatt úgy érezheti, hogy nincsen elveszve ebben a teremtett világban, hanem Istennek a partnere. Ez mondjuk a középkor. A kortársból pedig egy anyagot emelnék ki, ez pedig az ónix. Az oltár, a nyugati ablak, az olvasóállvány, és itt a nagy, hatalmas keleti rózsaablak, ez mindegy sajátos kőből van, ónixból. És az ónix az egy féldrága kő, és a Biblia elképzelése szerint a Teremtés könyvében azt mondják, hogy ez a paradicsomban terem, valahol a termékeny félholdvidéken. És ez az ónix, ez Istennek a jelenléte. És amikor keletre nézünk, és a keleti ónix ablakon bejön a fény, szembenézünk a nappal gyakorlatilag, akkor ez Istennek a jelenlétét mutatja. És minthogy nem csak az ablakban van ez a kő, hanem az oltáron is, a felolvasó állványon is, ez azt mutatja, hogy ugyanazzal az Istennel, akinek a visszajövetelét várjuk, valójában a hétköznapi életben is tudunk találkozni kézzelfoghatóan. Egyetlen egy kőválasztás valójában egy teljes teológiát képes elmondani.
Azt talán kevesen tudják, hogy Pannonhalma hazánk első, legősibb iskolája. István király fiát, Imre herceget is itt tanították. Manapság már keveset hallani bentlakásos iskolákról, de itt bizony együtt tanulnak és laknak a diákok. Milyen múltra tekint vissza a Pannonhalmi Bencés gimnázium? A mostani, most is működő gimnázium az 1939-es évben kezdi el működését, akkor kezdik építeni a mostani épületet, és gyakorlatilag a tanítás már akkor elindul, 47-ben érettségizett az első osztály. De hogyha a pannonhalmi oktatásnak a múltjára gondolunk, akkor egészen a kezdetekig vissza lehet tekinteni. Ugye az apátságot 996-ban alapítják, és gyakorlatilag az első időktől kezdve már a szerzetesi képzésnek, az oktatásnak nem rendezett iskolai keretek között, de már megvannak a nyomai, úgyhogy mi szoktuk mondani, hogy az első hazai iskola az tulajdonképpen Pannonhalmán indult el. Milyen oktatásban részesülnek itt a diákok? Azt kell tudni, hogy 340 diákunk van, mind fiú, és ez egy bentlakásos fiú gimnázium, de gyakorlatilag egy hónapon keresztül folyamatosan itt élnek és tanulnak a diákok, hétvégén is. Ez azt is jelenti, hogy szombaton is van tanítás. Gyakorlatilag a délelőtt folyamán 5 vagy 6 órájuk van a diákoknak, a délután pedig szabadidővel, illetve kötelező tanulóidővel történik, és hát az esték, a hétvégék az is közösségben egy-egy osztály keretein belül zajlanak. Egy nagyon élő közösség tud kialakulni ezáltal. És ebben a sajátos közegben milyen szabályrendszernek kell megfelelniük itt a tanoncoknak? Azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívás mindenhol az egyik fő kihívás a mobil használat. Ebben mi is folyamatosan próbáljuk a tapasztalatok alapján finomítani vagy szigorítani a rendszert. Jelen pillanatban az van, hogy 7-től 10-ig éjszakára például beszedjük a mobilt, hogy a esti nyugalmat az biztosítani tudjuk ezáltal, illetve hogy a legkisebbeknek, vagy az első 3 évfolyamnak a délelőtti tanítás során sem áll rendelkezésre a mobiltelefon, hogy a tanulásra jobban tudjanak fókuszálni. Az idősebbeknél azért a tanárkollégák gyakran használják a mobileszközt a tanítás során, ott ez kevésbé célszerű megoldani, de próbálunk egyensúlyozni ebben a mai világban, hogy rá neveljük őket a jó eszközhasználatra. Egyébként, ami még ilyen kötöttség, hogy mivel a felügyeletünkre vannak bízva a diákok, ezért azt nagyon meghatározzuk, hogy mikor, hova lehet felügyelet nélkül menni. Gyakorlatilag például az, hogy Győrbe bemenjenek önállóan, az nem megoldható, hiszen ott a felelősségvállalásunk az nem biztosítható. Azt hiszem, hogy ez elég sok kötöttséget jelent a diákok számára, legalábbis úgy élhetik meg, viszont próbáljuk biztosítani azt, hogy minél több mindent idehozzunk a hegyre, a mozitól kezdve a sportfoglalkozásokon át a zenén keresztül nagyon sok és gazdag kínálat áll rendelkezésre. És hogy tudnál leírni a gimnáziumot? Milyen itt a hangulat, a közeg, a környezet? Elsősorban a közösséget emelném ki. Egyrészt azt, hogy nagyon szoros kapcsolatok alakulnak ki a diákok között is. Gondoljunk bele, hogy 7-től 10-ig egy 30 fős nagy hálóban vannak összezárva gyakorlatilag a diákok, ami azt jelenti, hogy egész nap, éjjel-nappal együtt vannak, megismerik egymásnak a különböző adottságait, vonásait, és egy olyan szoros kötődés alakul ki, ami aztán későbbiekben is nagyon markánsan jelen van. Az alumni időszakukban is a visszatérésben egy második otthonnál válik valóságosan is ez a hely számukra. De azt is jelenti a közösségiség, hogy azért így a tanárok és a diákok között is egy másfajta kapcsolat alakul ki. Minden osztály mellett van 2 vagy 3 prefektus, kollégiumi nevelő, akik kísérik 4 vagy 6 éven keresztül a diákokat. Ők vannak ott jelen a délutáni, esti időszakban, a hétvégén, ők szervezik a programokat, és ott azért ez a tanár-diák kapcsolat kicsit így vegyül, kicsit szülőpótlékká válnak. Mi vagyunk azok prefektusként, akik meghallgatjuk aktuálisan, hogyha van valami nehézségük. Tehát ez egy nagyon sajátos viszonyrendszert alakít ki.
Ez talán az egyik legfontosabb. A másik, ami fontos, hogy 5 pillérre próbáljuk építeni az iskolának a működését. Ez egyrészt a minőségi oktatás, de oda tesszük mellé a sportot, a művészeteket, a közösséget értelemszerűen, és az ötödik a hitbeli fejlődés. És ennek az 5 pillérnek az egyensúlyára, vagy a személyre szabott kialakítására próbáljuk helyezni a hangsúlyt, hogy ki megtalálja a saját szerepét és helyét ebben az 5 pillérben, ezen az 5 területen. Természetesen egy helyi diákot is meg kellett kérdezzek, milyen érzés ilyen helyen tanulni és felnőni. Miért pont ide jelentkeztél? Hát ezt mindig megkérdezik, hogy miért ide. És hát nem könnyű erre válaszolni, mert mikor ide érkezik valaki, akkor nyilván fiatalabbak vagyunk, és egyáltalán nem érezzük azt, hogy ennek a helynek mi a varázsa, meg mit tud adni ez a hely. És ez csak utólag érlelődik meg az emberben, hogy ez mennyire csodás hely. De nekem édesanyám javasolta, hogy hallott róla többektől, hogy milyen jó tapasztalatokkal mentek el innen, és ő indított el ezen az úton, hogy próbáljam meg, és végül felvettek szerencsére. Azért egy kicsit ez ilyen előrehozott felnővés tulajdonképpen. Milyen érzés volt ez a kezdeti időszakban ezt így feldolgozni, megemészteni? Nem volt könnyű, bár azt gondolom, hogy aki hetedikben jön, annak igazán nehéz ezt megtapasztalni, kiszakadni a családból. Főleg azt gondolom nehéznek, hogy itt olyan munka rendben tanulunk, úgymond, hogy egy hónapban csak egyszer tudunk hazamenni. Én például Kecskeméten születtem, és oda jártam általános iskolába, és hát az nincs közel ide, úgyhogy ez nem könnyű ezt megszokni, hogy tényleg 3 hetet itt tanulunk, dolgozunk, és a negyedik hétnek a végét töltjük csak otthon általában, illetve szombaton is járunk iskolába, így viszont a szüneteink, az őszi szünet, tavaszi szünet, az mindig hosszabb, 2 hét általában, ez kicsit kárpótol, de nem könnyű ebbe beleszokni. És egyébként milyen tapasztalatokkal gazdagodtál így az évek során? A lehető legjobbakkal. Nagyon szeretek ide járni. Azt gondolom, hogy az itteni iskolának és a szerzetes közösségnek az előnye, vagy amit ezt tud adni, az az a közösségi élmény, amiben itt mindenkinek része lehet. Szerintem Pannonhalma ebben több, mint bármelyik másik iskola talán az országban. Amellett, hogy szerintem nagyon jó tanáraink vannak, és tényleg nagyon jó oktatást kapunk, amellett valószínűleg amiatt, hogy egész nap együtt vagyunk, együtt élünk, annyira jó közösség alakul ki, ami remélem, hogy egész életen át szóló barátságokat tud adni. A szorgalom és a fegyelmezettség szerves része az apátság légkörének. Itt a diákok előtt a szerzetesek állandó példával járnak. Az Ora et Labora nem csak jelmondat, de életfilozófia is. A szerzetes közösség tagjai, ahogy az már elhangzott, többféle munkát is végeznek, így a helyi borászatban is. Mikorra nyúlik vissza a pannonhalmi bor kultúrája? Elég hosszú időre, konkrétan 996-ra, tehát hangzatosan, ami a logónkon is látszik. A pince alapítását kötik a 996-os monostor alapításhoz. Van ennek igazságtartalma? Tehát amikor letelepedtek itt a bencés szerzetesek, ők rögtön elkezdtek a porkultúrával foglalkozni. Konkrétan ez volt a gazdasági tevékenységüknek az alapja, egészen a 47-es államosításig bezárólag. És milyen bort készítenek itt, vagy készítettek a múltban? A múltban gyakorlatilag, hál' Istennek, rengeteg feljegyzésünk van a levéltárban, azért színesebb volt a kép. Most újra színesedik, ha úgy tetszik, de nyilván ez már egy teljesen más dolog. Annak idén Pannonhalma hangzatosan mindig is egy fehér bortermővidék volt, ami nem feltétlenül volt igaz. Például, hogyha az egész magyar bortermelésnek, mondhatom azt visszatolva Nagy Magyarországnak a bortermelési mennyiség és minőségi csúcsa nagyjából a 19. század végétől folyott egészen Trianonig. Egyébként szép zárójelben megjegyzem, hogy kisebb mértékben, volumenben ugyanez eltartott a II. Világháborút követő időszakig. Volt egy olyan periódusunk, amikor majdnem fölért fele-fele arányban a kék szőlő.
Aztán valójában a szőlőgyökértetű, tehát a filoxéra vésznek a második hulláma, ami konkrétan 1917-ben ért ide, megcsappantotta a kék szőlőállományt. Aztán ezt megfejelte már a tömegtermelési időszak alatt egy terv gazdálkodási lépés, konkrétan a 60-as évek elején kimondták elő papír alapon, hogy ez egy 100%-ig fehér bortermővidék, nyilván ennek fizikailag az lett a következmény, hogy kisöpörték a maradék kék szőlőt. Amikor mi már az új korszakról beszélünk konkrétan, ami itt 2003-ban indult az új pince megnyitásával, ismét visszatért a kék szőlő. Jelenleg mondhatom azt, hogy 70-30% arányban van fehér szőlőnk, kék szőlőnk, de a termékpaletta szinte minden stílusú, színű és típusú bort már magába foglal, az édesborokat kivéve. És hogy készülnek ezek a pannonhalmi borok? Ugye konkrétan fölöttünk tornyosul egy olyan pince, ami annak idején meghökkentő volt, beváltak a hegybe, konkrétan egy 32 méter magas, tehát egy 10 emelet magas szerkezetet, aminek megvan az önmaga funkciója, értelme. Mi konkrétan egy olyan pince alján ülünk, ami a gravitációs mozgatás alapelvére rendezkedett be. Fönt a legfelső ponton egy négyszintes préselsz felső kapujánál fogadjuk be a szőlőt, amit ott konkrétan a feldolgozás alatt nem szivattyúzunk, hanem ejtünk, megőrizve így azt az állagot, minőséget, amivel mi szeretnénk dolgozni. És egyébként a feldolgozás annak idején hangsúlyosan és falsúlyosan rendezkedett be az új reduktív technológiára, aminek a lényeg a feldolgozása alatt az anyag oxidációjának, ha nem is a kizárása, a redukálása. Tehát konkrétan ezen borok esetén zátrendszerben dolgozunk a szőlő alapanyaggal, a mustal zátrendszerben konkrétan acéltartályban erjesztünk, tehát a friss primör gyümölcsaromákat ilyen módon próbáljuk megőrizni, de átékes példa, ami itt körülöttünk van, mi lent vagyunk a borháznak azon három párhuzamos pincágában, ahol a vörösboros hordóink vannak, ugye a vörösbor visszatértével gyakorlatilag az oxidatív termelés is erősödött. Van valami jellegzetes ízvilág ezeknek a boroknak? A pannonhalmi borvidék alapvetően ugye a friss, üdelendületes, jósav alapú fehér borairól híres, de most már mondhatom azt, hogy azért az érezhető melegedéssel nekünk nyílik az olló. Nem csak nyílik az olló, de egy kicsit hektikusabbá teszi az életünket, a klíma melegedik, de ettől függetlenül viszont nagyon kiszámíthatatlan. Miután megkóstoltuk a pannonhalmi borvidék jellegzetes borait, folytattuk utunkat, hogy utána járjunk, hogy készítik a helyi sört. Kezdjük is az elején. A komlók például az egyik alapanyag, aminek az a tulajdonsága, hogy a sör keserűségét tudják befolyásolni vele. Ezekkel a főző berendezésekkel készül ugye maga a sör. Egyébként maga a sörkészítés folyamata az teljesen hasonlóképpen történik, mint a nagy üzemekben. A méretek persze teljesen mások. A sörfőzési folyamat tulajdonképpen a maláta felhasználásával indul. Malátát először roppantjuk, és meleg víz hozzáadásával egy ilyen tejbe dara állagú folyadékot, sűrűbb folyadékot kapunk, ami lényegében átkerül ebbe a főzőüstbe. Ebben a főzőüstben a malátából kinyerünk minden olyan alkotó részt, ami majd a későbbiekben a sörgyártás folyamán számunkra fontos lesz. Majd amikor a malátát leválasztjuk a sör cefréről, akkor utána kerül át egy úgynevezett komlóforraló tartályba ez a folyadék, és a tartálynak a nevéből is következik, hogy itt adjuk hozzá azt a komlót, amit itt a kezemben tartok. Ugye azt említettem, hogy a komló elsődleges feladata a sörnek a keserűségének a beállítása, de emellett a komló befolyásolja a sörhabnak a minőségét is, valamint van egyfajta fertőtlenítő hatása is. Ezért több hasznos tulajdonsága is van a komlónak, ami miatt nélkülözhetetlen a sörhöz. Tehát ennél a folyamatnál egyrészt a malátát felhasználtuk a sörhöz, komló hozzákerült a sörhöz, élesztő majd a folyamatnak a végén kerül hozzá. Itt
megyünk át a következő helyiségbe, ahol tehát a sörcefréhez hozzáadják az élesztőt, és ezekben az erjesztő tartályokban fog 1-2 hónapon keresztül erjedni a sör. A cukor átalakul alkohollá, és a teljes folyamatnak a végén lesz palackozható a kész sör. Pannonhal már mióta van divatja a sörgyártásnak? A sörgyártásnak, hogyha nem a divat oldaláról közelítjük meg, hanem hogy egyáltalán mióta van sörgyártás Pannonhalmán, akkor egészen a 12. századig kell visszamenni. A pannonhalmi főapátságnak a feljegyzései, dokumentumai között találhatók olyan iratok, amik azt igazolják, hogy már a 12. században is a főapátság környékén sörgyártás folyt. Ugyanakkor nagyjából a török hódoltság utáni időre, tehát az 1700-as évektől indult el olyan sörgyártás a környéken, ami szorosan a pannonhalmi főapátsághoz kapcsolódott. Tehát igazából a főapátságnál hagyományai vannak a sörgyártásnak, viszont a II. Világháborút követően az államosítások miatt ez a fajta vállalkozási tevékenysége a főapátságnak megszűnt, és a rendszerváltás után volt arra lehetőség, hogy az ilyen típusú vállalkozásokat még ha kisebb méretekben is újra lehessen indítani. A mi üzemünk tulajdonképpen ennek a folyamatnak a része. Lényegében a hagyományok újraélesztése volt az egyik lényeges szempont, és emiatt 2020-ban indítottuk el a sörfőzést itt Ravaszdon, Pannonhalma mellett tulajdonképpen. Hogy kell elképzelni a folyamatot egészen a komlótól, vagy amiből készülnek az itteni sörök a fogyasztható formájáig? Maga a sör főzés, illetve a sörnek az alkotó részei, azok egyébként alapvetően egyszerűnek tűnnek. A fő alkotó elemei a sörnek az a víz, ugye, ami 95%-át alkotja nagyjából a sörnek. Az árpamaláta vagy búzamaláta, a komló és az élesztő. Valójában ezekből az alapanyagokból már elő lehet állítani a sört. Ami a különlegességét adhatja a sörnek a gyártás technológián kívül, az az, hogy ezekből az alapanyagokból is nagyon sok fajta létezik a piacon, ami különböző ízanyagokat tud hozzáadni a sörhöz, illetve a söröket lehet különböző fűszerekkel, egyéb ízesítőanyagokkal még gazdagítani, ami szintén a sörnek az egyedi ízét adja. Mi a trend egyébként, a mostani trend? Vannak ilyen nagyon kedvelt ízvilágok? Igen, igen. Jelenleg egyébként a mi sörfőzdénkben is folyamatosan folynak kísérletek. Új sörökkel igyekszünk megjelenni a következő évben. Jelenleg, amit talán mindenki elég jól ismer, azok a hidegkomlózott sörök, IPA és az IPA-nak különböző változatai nagyon népszerűek a piacon. Valójában a hazai kisüzemi sörfőzdék döntő többségének van legalább egy IPA típusú terméke. Emellett népszerűek a különböző gyümölcsös ízesítésű sörök, illetve a hagyományosabb ízek is természetesen eléggé jól fogynak. Egyébként van titka a sörfőzésnek, sörgyártásnak? A titka az úgy fogható meg, talán nem is a recept a legkülönlegesebb része a sörfőzésnek, hanem sokkal fontosabb talán magának a sörfőzésnek a technológiája. Tehát nem mindegy, hogy az alapanyagok mikor, milyen mennyiségben, milyen hőlépcsőkön keresztül kerülnek be a gyártási folyamatba. De természetesen az alkotó elemekből is rengeteg fajta van, és az is egyfajta titok, hogy például milyen élesztőt, vagy milyen komlót, ezekből milyen mennyiséget, vagy ezeknek milyen mixét alkalmazzuk a sörnek a készítéséhez. Kedves nézőink, mai adásunk végéhez értünk, tartsanak holnap is velünk, a viszontlátásra!
A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.